Dórival hogy ismerkedtetek meg? Hát ugye a konyafőnökben versenyzőn volt. És közben már kinézted magadnak, vagy egymással már kontaktáltatok? Annyira nem. Utána? Igen. Nem úgy, tehát én alapvetően sose szoktam flörtölni senkivel, akivel vagy üzleti, vagy munka érdekem van, vagy bármi hasonló. De akkor alig vártad, hogy kiessen, hogy végre. Valamiért vele kivételt tettem. Tehát szinte azt is lehet mondani, hogy egy picit sorszerű. Mert nyilván nem azért írtam neki, hogy feleségül vegyem. De te írtál rá? Aha. És mit sajnálom, hogy kiestél? Hát valami hasonló igazából. Minden nap ugye egy picit magamhoz öleltem a versenyzőimet, hogy ügyes voltál, gyere, stb. És akkor éreztem. És akkor vele egy picit ugye egy hosszabb volt az ölelkezés, meg úgy éreztem, hogy jó érzés. És akkor annyit írtam neki, hogy ma elmaradt az ölelésünk, de szívesen bepótolnám. És mi volt a válasz? Hát utána találkoztunk. Egyből pozitív. Egyből persze.